ugye a hentes kollégák késsel dolgoznak, a kés veszélyes eszköz, ezért ha visszük nekiek az italt, akkor jelezni kell. A hentesek kötelező munkavédelmi oktatását magyarázzák a böllérversenyt Mária Pócsi standjánál, ahol hajnal óta jó hangulatban zajlott a finomságok készítése. A szakácsok és segédei különös gonddal állították össze a hurka és kolbász megfelelő hozzávalóit és azok arányát, de jutott idő egy kis mulatozásra is. Volt olyan sátor is, ahol komolyabban vették a munkát, sültek a húsok és főzték a töltött káposztát. Darált hús ledarálták a fiúk, piros paprika, bors, egy kis só, egy kis kakukkfüvet tettem még hozzá, a rizs ugye, és akkor savanyított káposztalevélbe összetekertük, és akkor majd most fog bekerülni majd a lábosba. 12 csapat vágott disznót és készítette el a hagyományos falusi disznótor finomságait, közülük hárman Erdélyből érkeztek. A főzőversenyben csak azok a csapatok vehettek részt, akik mangalicát vágtak le. A csapatok azok már folyamatban van a disznó feldolgozása, illetve már van olyan része, ami a hagymásvér, a szalona, az már kóstoltatásra is kerül. A zsűri az folyamatosan járja körbe a csapatokat, és minden mozzanatot értékelnek, értékelik azt is, hogy a csapatnak a környezete hogy van kialakítva, esetleg a tájegységükre vonatkozó népművészetből mit vonultatnak fel, illetve ezen kívül már a fogópálink és a forradbor zsűrizése az már megtörtént, az ételek pedig folyamatosan vannak zsűrizve. A hideg és a havazás ellenére sokan látogattak ki napkorra, ők leginkább természetesen az ételekre voltak kíváncsiak. Évek óta mindig szeretnék eljönni, hát most sikerült, hála jó Istennek, egy picit rossz az idő, de még éppen most léptünk be, úgyhogy meglássuk itt a fejleményeket, meg a finomságokat, hogy mit tudunk fogyasztani. A véres úrkáért jöttünk ki, Nyíregyházára jöttünk. Csak ennyi. Mi napkorra jöttünk, helyi lakosok vagyunk. Úgyhogy hát minden évben ki szoktunk jönni, már nekünk ez megszokásunk, úgyhogy ezért. Meg kíváncsiak vagyunk a disznóvágás rejtelmére, fortaira, mi is szoktunk otthon disznót vágni házilag, úgyhogy meg szoktuk nézni mindig az újdonságokat, hogy éppen a kijövő csapatok éppen mivel rukkolnak elő valami újdonsággal. A hivatalos megnyitó Nagy István a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt, a disznó és a disznótor hozzátartozik a magyar emberhez. A középkori török hódítás alatt a disznón kívül nem tudtak húsfélét enni a magyarok. Ez egy nagyon régi folyamat, hiszen akkor, amikor a török megszállás volt, minden más húst elvittek, egyről a disznó maradt. Akkor szokott rá a magyar ember arra, hogy sertéshús kell fogyasztani, és gyakorlatilag annak köszönhetjük, annak a szegénységnek és nyomorúságnak, hogy szinte minden porcikáját feldolgozzák. És mivel sokan vagyunk különfélék, ezért minden háznál másként teszik meg. Ettől ilyen sokszínű, ettől ilyen érdekes. A napkori böllérverseny délutáni programjában értékelték az elkészített ételeket, a csapatok munkáját, a jó hangulatról pedig könnyű zenei fellépők és néptánc együttesek gondoskodtak.